Sziasztok! Ebben a videóban azokat a kérdéseket fogom megválaszolni, amit Instagramon tettetek fel nekem, és bár azt ígértem, hogy sminkelni fogok közben, de rájöttem, hogy szerintem izgalmasabb, hogyha mézes kalácsokat díszítünk ki. És mivel ezt is itthon van most velem, ezért így gondolkoztunk, hogy jaj, akkor végül is csináljuk meg együtt ezt a videót, úgyhogy a kérdések csak hozzám érkeztek, és én fogok főként beszélni, de amúgy is ki akartuk díszíteni együtt a mézes kalácsokat, úgyhogy vettünk ilyen dekortollat, ami a Dr. Oetkernek egy ilyen 4 tollat tartalmazó csomagja, és ezek vegánok egyébként, nyilván nem cukormentes, meg nem egészséges, de egyébként vegán maga a cukormáz, a mézes kalács is vegán, amit készítettünk, és millió nagyon jó kérdés érkezett szokás szerint, úgyhogy alig tudtam kiválasztani azt, hogy miket válaszoljak meg, és ki is írtam magamnak rengeteget, úgyhogy hát nekiállunk, aztán lehet, hogy majd egy másik videóban még befejezem ezeket. Erre mondjuk tudunk együtt válaszolni, igazából mindhiában van nagyon sok testvérünk, egyébként nem olyan nagy a család, szóval nincsenek unokatestvéreink, a nagyszülők vannak egyedül, akik normál esetben jönnének. Nekünk így a családon belül tehát nem lesz nagyon nagy változás, mivel mindig csak így mi heten szoktuk ünnepelni a karácsonyt, úgyhogy őszintén szerintem mi nem fogjuk annyira nagyon érezni a változást így a családon belül, nem? Nem, szerintem sem. Hogy őszinte legyek, szerintem ugye mindenki nagyon különböző szituációban volt a távoktatás terén, tehát például gimisként én elképzelni nem tudom, milyen rossz lehet az, hogy nem lehet az ember a barátaival, és reggeltől estig ott van a gép előtt, és tanul. Úgyhogy az tényleg nagyon-nagyon rossz. Én, mint egyetemista, nagyon jól éltem meg, szóval őszintén szólva nekem nagyon előny volt az, hogy, vagy hogy mondjam, pozitív volt az, hogy például emiatt tudtam ugye a barátomat meglátogatni Mexikóban, mert nem kellett ugye itt lennem, nem számolták a hiányzásokat, szóval online tudtam bárhonnan a világ bármelyik részéről követni az órákat, illetve amit te is mondtál, hogy neked is pozitív, ugye, hogy vissza lehet nézni az órákat, és ja, ez hatalmas segítség, hogy feltöltik ugye az anyagot, és így visszanézhető minden, mert egyébként ez is úgy hiányzott az előttről, szóval őszintén szólva nekem ez pozitív volt, mint egyetemista, nyilván az egyetemen is gondolom én megoszlik, mert aki mondjuk kollégiumban lakna, az nyilván egyik napról a másikra kellett, hogy hazaköltözzön, ami tényleg nagyon szomorú. Szóval ezeket is teljesen megértem, de nekem ez őszintén szóval inkább pozitív volt, mint negatív. Az Erasmusomat ugye fel kellett függesztenem és hazajöttem, szóval vannak barátaim, akikkel úgy köszöntünk el, hogy 2 hét múlva találkozunk, és a mai napig nem láttam utána már őket. Ugye ott a barátommal nagyon random volt az, hogy szétváltunk, és úgy voltunk, hogy persze folytassuk távkapcsolatban, de hogy így nem voltunk rá felkészülve, mert azt hittük, hogy még 4-5 hónapig előttünk áll együtt. És emiatt azt mondanám, hogy a legnagyobb kihívás az ennek az elfogadása volt, szóval hazajöttem, hónapokig otthon voltam ugye a karanténban, és annak az elfogadása, hogy ez így véget ért, meg hogy a távkapcsolat itt most így elkezdődött, úgymond is, és ezzel minden, szóval az nagyon rossz volt, és ezzel kapcsolatban volt egyébként egy olyan kérdés is, hogy én a karantént hogyan éltem meg így lelkileg, és hogy őszinte legyek, az első karantént iszonyú szarul, mert miközben nagyon sokan mondták, hogy aktívkodnak, meg hogy végre van idejük mindenre, és akkor mindenki kitalált valami kreatívat, meg sokat edzett, meg nem tudom, mindenféle, amit így láttam, hogy mindenki így összeszedi magát, és én meg csak így teljesen kivoltam, mert hiányzott a barátom, nem tudtam, hogy ő egyáltalán vissza tud-e majd jönni még Európába, meg hogy látjuk-e egymást, meg hogy folytatjuk-e. Én szerintem ez az év ez mindenkinek rengeteg dolgot tanított, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés. Az biztos, hogy türelmet tanított, hogy kivárjam mindennek így a végét, és hogy minden alakuljon, és elfogadjak olyan dolgokat, amikkel én tényleg nem tudok egyedül változtatni, meg nagyjából senki sem. És természetesen az is, hogy értékelni olyan dolgokat, amik régen alapvetőek voltak. Szóval az, hogyha meg tudsz inni hogyha beengednek egy kávézóba, le tudsz ülni, akár tanulni, akár a barátaiddal beszélgetni, el tudsz menni a kedvenc éttermedbe, nyitva van egy múzeum, ami érdekel, szóval ezek a szolgáltatások alapvetően mind olyan dolgok, hogy így mindig is megvoltak az életünkben, hogy bármikor csinálhatod, és most végképp tudom értékelni, amikor majd lehet ezeket csinálni, meg amikor még ugye lehetett. Akkor szerintem térjünk át a sulis kérdésekre, ebből rengeteg volt. Én a turizmus vendéglátás szakon fogok most végezni, idén fogok, vagy hát januárban fogok államvizsgázni, hogyha minden jól megy, addig is. Értelemszerűen ez nagyon sok mindenkiben felmerült, hogy így tovább tanulok-e, vagy főállású youtuber leszek, vagy valamit még elkezdek dolgozni a youtuberkedés mellett.
még nem találtam ki, hogy vagy egy mestert, vagy egy más alapképzést szeretnék elvégezni. Viszont addig még nem akarok erről semmi fixet mondani, míg el nem döntöttem, hogy ez mi lesz, ugyanis szerintem egy fél évet kihagyok, most februártól kezdve, szóval akkor igen, valószínűleg főállású youtuber leszek, és szeptembertől szeretnék majd egy szakra jelentkezni, viszont úgy érzem, hogy erre a fél évre szükségem lesz, hogy hogy átgondoljam azt, hogy merre is tovább, meg mit is szeretnék. De pár olyan dolog, amit gondolkoztam, hogy konkrétan listát tudnék írni abból, amit évek óta halogatok, mert mindig úgy éreztem, hogy most nincs itt az idő, hogy ezeket csináljam, mert annyit kell tanulni, meg dolgozni, meg minden, és ilyen például, hogy spanyolban szeretnék egy C1-es nyelvvizsgát letenni. Szóval ezeken gondolkoztam, hogy ilyen apróságok, de úgyis tudni fogtok róla, amint lesz valami alakulás ezzel kapcsolatban, vagy bármi olyan info, amit meg kéne majd osztanom veletek. Egy utazási iroda lenne még egyébként az, ami úgy érdekel, mert utazásokat mindig is nagyon-nagyon szerettem szervezni, és mindig is én voltam az a baráttársaságban, aki nagyon szívesen leszervezett mindent, meg így megtervezte a dolgokat. De viszont pont emiatt, hogy ez egy kicsikét úgy érdekelne, viszont természetesen ez nem az az év, és a jövő év sem az az év, amikor úgy érzem, hogy így kezdőként egy ilyenbe belemennék és jelentkeznék valahova. Úgyhogy jelenleg még azoknak sincs munkája, ugye, akik már profin értenek ehhez. Úgyhogy azt hiszem, hogy jelenleg nem tervezek semmit a turizmussal, és hogy a jövőben, mint mondtam, az utazás szervezésem ugye elég érdekel, szóval a jövőben esetleg ezzel kapcsolatban el tudok valamit képzelni, de azt is el tudom képzelni egyébként, hogy teljesen elengedem ezt a turizmus irányt, és inkább a nyelvek irányába, vagy a spanyol nyelv irányában kezdek majd valamit. Csatornán már voltam úgy videónk az egyetemmel kapcsolatban, úgyhogy azt meg tudjátok nézni, hogyha ti ezen a szakon gondolkoztok. De egyébként nagyon-nagyon sok mindenkinek tudnám ajánlani olyan szempontból, hogy rengeteg különböző óránk volt, szóval a marketing, a gazdasági jog, rengeteg számvitel, meg matek, meg statisztika, amiket szintén tudni kell, vannak köztem magolós tárgyak, akiket a nyelvek érdekelnek, azoknak is hasznos. Én úgy gondolom, hogy végső soron rengeteg dologba így betekintést nyerhettem, azáltal, hogy így a végén ezt tanultam. Mondom, ne is a turizmus nézzétek, mint egyetlen egy szó maga, hanem aki egy gazdasági szakra úgy érzi, hogy nyitott, és nézzétek meg egyébként a tantárgyakat, hogyha ezekből akár a fele már tetszik, akkor szerintem érdemes neki állni. Nem vegánok egyébként a családunkban. Apukám, ugye Eszti és én vagyunk vegánok, és a többiek szimplán vegetáriánusok, viszont a kicsikkel kapcsolatban az a helyzet, hogy ők ugye otthon szintén nem esznek húst, csak mondjuk tojást és tejtermékeket, viszont mivel ugye óvodába járnak meg iskolába, és ott ugye a menzán esznek, ezért értelemszerűen ott kapnak húst. Ezt így a szüleim is teljesen elfogadták, meg rendben van nekik, szóval vannak dolgok, amiket nem lehet erőltetni, főleg nem kisgyerekek esetében, és biztos vagyok benne, hogy őket is úgy fogják felnevelni, ahogyan minket neveltek, hogy ez 100%-ban a mi döntésünk, szóval mutattak egy utat, vagy egy irányt, amiben így beleneveltek, de természetesen a nap végén rajtunk áll, hogy mit eszünk meg, és mi a felfogásunk ezzel kapcsolatban, úgyhogy a kicsikkel is most ez a helyzet. Térjünk is át akkor a távkapcsolatról szóló kérdésekre, amikből szeretnék majd egy külön videót csinálni, amiben a távkapcsolat lesz kifejtve, de még ezzel kicsit várnék, még összegyűjtöm a gondolataimat, úgyhogy addig is értelemszerűen mindenkiben felmerül, hogyha távkapcsolatról van szó, és nyilván nekünk is megvannak a jövőbeli terveink, és gondolkodom, hogy mennyit mondjak el belőlük, szóval annyit mondanék, hogy biztos, hogy nem Magyarországon fogunk élni, ez szerintem elég egyértelmű, a barátom az orvos itt végzi éppen, és ő is idén fog majd nyáron diplomázni, viszont ezután még van 2 éve Mexikóban, ami egy kötelező gyakorlat, és azt tehát ott kell töltenie. Úgyhogy most még 2 évig biztos, hogy távkapcsolatban folytatjuk, ha csak én magam ki nem költözök, és ő tanul magyarul, viszont valószínűleg nem fog a közeljövőben olyan jól megtanulni, hogy orvosként itt dolgozzon, úgyhogy ezért mondtam azt, hogy valószínűleg egy másik európai városban vagy Mexikóban fogunk élni. Én azt mondanám, hogy igen, szóval a barátom miatt ki tudnék költözni, és el tudok képzelni pár évet Mexikóban, de nem tudnám elképzelni azt, hogy ott éljek akár mondjuk 10 évig, vagy hogy így hosszabban képítsem ott az életemet, aminek egyszerűen csak az az indoka, hogy így látom a különbséget Mexikó és Európa között. Hiányozna szerintem
akár Budapest maga, vagy akár csak a távolságok, amiket itt meg lehet tenni Európán belül. És egy kicsit így a modernizáció maga is hiányozna, mert rengeteg dolog van, ami itt ugyebár fejlettebb és modernebb, és már hozzászoktunk. De igen, szóval, hogy végső soron erről beszéltünk a barátommal, hogy mondtam én is neki, hogy az így közénk ne álljon, hogy esetleg én azt mondom, hogy nem tudom elképzelni az életemet Mexikóba, szóval én inkább azt mondanám, hogy igen, mint hogy nem. Természetesen minden nap beszélünk, mármint, hogy mi telefonon szoktunk nagyon sokat beszélni, így pár órát esténként, általában az időeltolódás miatt ilyen éjfélkor szoktuk elkezdeni, és hajnali 2-ig, néha amúgy egy filmet nézzünk meg, de hogy így minden nap beszélünk, szóval nem telik el úgy nap, hogy ne tudnánk arról, hogy mit csinált a másik, meg hogy mi történt vele. És azért mondom itt, mert ez is a barátomhoz köthető, ami az volt, amikor kettő ilyen volt a két nagy találkozás. Az egyik, amikor végül visszaéltett ugye Európába, és én is visszatudtam menni Spanyolországba, és találkoztunk, és megláttuk egymást a busz pályaudvaron. Igen. Szóval ez volt az egyik. És a másik, ami szerintem amúgy inkább ez volt, a mexikói, amint így megérkeztem Mexikóba, 30 óra utazás után, 3 átszállás után a cuccaimmal, és ott várt egy csokorvirággal a reptéren. És szerintem az volt konkrétan a legboldogabb pillanatom idén. Ja, az nagyon jó volt, és már várom, hogy legközelebb találkozunk, mert ez minden nagyon izgi. Kifejtettük pont a barátommal a választ erre. Szóval egy kis történet. Az volt, hogy amikor én nála voltam, és a családját megismertem, és ugye először életemben így mindenki befogadott, és tényleg nagyon jól megismert, akkor ugye kérdeztem a barátomtól, hogy hát szerinte mi a visszajelzés, meg hogy én szimpatikus lehetek-e, meg ilyenek, mert egyébként iszonyat aranyosak voltak tényleg mindenki, és nagyon jól kijöttünk egymással. És akkor mondta a barátom, hogy persze, hogy szimpatikus vagy mindenkinek, mert hogy mondták is, hogy mennyire jó, hogy sosem panaszkodsz, és hogy néha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy megterveztük, és hogy te soha nem panaszkodsz, és mindenhez ilyen pozitívan állsz hozzá. És emiatt kezdtünk el arra beszélgetni, hogy a legjobb tulajdonsága az embereknek az, hogyha nem panaszkodnak, hanem pozitívak tudnak maradni. Az, hogy pozitív legyen valaki, az mondjuk nem feltétlenül döntés kérdése, szóval én tudom azt, hogy ez inkább ilyen személyiség kérdése már, viszont az, hogy panaszkodunk-e, az egyébként a mi saját magunk döntése. Szóval, hogyha odafigyelsz arra, hogy megismersz valakit, akkor tényleg ne olyan legyen a benyomása, hogy na jó, ennek sose jó semmi, mindenen ki van akadva és csak nyafog. Szóval ez szerintem még, hogyha belül ilyen is vagy, és valami nem tetszik, akkor is egyszerűen meg tudod akadályozni magadban, hogy kimond az adott gondolatot, nem? Uh-huh, szóval rájöttünk, hogy azzal nagyon szimpatikus lehet az ember másoknak, hogyha mindent, vagy igen, szóval ha nem panaszkodik. Csinálom neki egy hajat, hogy legyenek lánymézik is. Ennyi lett volna ez a videó, nagyon szépen köszönöm nektek a kérdéseiteket, és nagyon szívesen csinálok még bármikor ilyet, hogyha lájkoljátok ezt a videót, akkor abból biztosan tudni fogom, hogy még szeretnétek hasonlókat, hogy kifejtsem a véleményemet, meg így beszéljek magamról. Úgyhogy akkor találkozunk a legközelebbi videóban, és nektek is nagyon jó mézeskalács sütés, meg díszítés, tényleg nagyon jó ilyen kis terápiás elfoglaltság, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok.